elindult a Helmut Múzeum felújítása. Először bontottak, most új födém szerkezetet építenek, hogy még idén befejezhessék a tetőt. Összefognak a digitális jövőért. Budaörs és Alsómó család létrehozta a digitális jövő települési hálózatot. És Édenből Édenbe Györfi András kiállítása a Posztárton. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! A Helmut Múzeum lelkét is óvják, nem csak az állagát. Decemberben megkezdte a közbeszerzésen nyertes cég a tájház felújítását. Először bontottak, majd új födém szerkezetet építenek. Az új tetőt még idén szeretnék befejezni. Mivel műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, ezért mindent az eredeti állapotra kell visszaállítani, megőrizve ezzel az épület jellegét, azaz a lelkét. Az 1888-ban elkészült parasztház egyébként 1987 óta múzeum, azóta ez a legnagyobb felújítási munka, amin átesik. Az elhúzódó előkészítő munkák és a közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt csak december elején indulhatott el a Jakob Lejer Helmut Múzeum műemléképületének a felújítása. Ahogy zöld utat kapott, azonnal hozzákezdett a régi tető elbontásának a kivitelező, majd a hátsó traktus födém részének a betonozásával folytatta a feszített ütemű munkát. Most sokak számára kicsit rémisztő a látvány, a tető nélkül árválkodó történelmi épület. Nagyon látványosan, nagyon gyorsan leszették a tetőt, ami először is ugye nagyon örülünk neki, hogy ilyen jól elindultak, és ilyen gyönyörű idő van egyelőre, hideg, de napos idő van szerencsére. Másrészt viszont azért elég rémisztő és szegény épület, ugye az embernek, ennek az épületnek is szíve van, és nekünk is szeretjük ezt az épületet, tehát azért izgulunk is, de minden esetben nagyon örülünk, hogy elkezdődtek a munkálatok, és mindig imádkozunk, hogy ilyen szép idő maradjon, ugyanis ugye most viszonylag rövid időn belül kell nagyon látványos és nagyon szépen megújulni az épületnek, és hogyha az idő az kegyes marad, akkor szerintem azért jól fog haladni ez a felújítási munka. Az építkezés az egy födémcserével jár, és egy olyan megerősítést kellett, amit előre nem tudtunk, de ez nem volt egy jelentős plusz munka. A talpszerem ennek a helye, majd fogják látni. Ennek a kialakításához egy betonozás, födém megfogás, a födém szellőztetéséhez dörkenlemezt raktunk be. Nem akarom szakmailag így nagyon belemenni a dolgokba, de hát ezek elkészültek, tehát az alapépítések most már megvannak. Már ha ez egy épületről volna szó, akkor azt mondanám, hogy lealapoztuk, és kezdődhet a felépítmény. A tetőt karácsonyig szeretnénk megcsinálni. Az épület Budapest felőli, a beázások miatt életveszélyessé váló födém részét teljesen elbontották. Ott vasbeton került a hátsó traktus fölé. A ház nagy részét fedő régi gerendák szerencsére épek és egészségesek maradtak, így itt a később ráhordott földet és cserepet a kivitelezés során eltávolítják. Ezt követően a gerendázatot lekezelik, és egy korszerű szigetelést raknak majd a faszerkezet fölé. Teljes egészében a meglévőt kell tulajdonképpen lekopírozni. Ezt a statikus, a építész tervező és mindenki így írta elő. Tehát nem csak azt szoktam itt mondani az embereknek, hogy mindenki jól érezze magát, hogy a háznak a lelkét kell megtartani. Ne azt kérdezzék, hogy az a vacak fal miért nem dől le, mert az görbe, mert az ilyen, meg olyan, akkor elveszti a lelkét ez az épület. Ennek a kis műemléknek, egyébként halkan mondom, de a szomszéd bácsi felesége itt született, ebbe a házba. És olyan büszkén jön át, és jó érzéssel látja, hogy nem ledózerolják, letarolják, hanem megóvják, és hát helyreállítjuk azt, amilyen volt. Vagyis úgy kell megoldani minden műszaki megoldásnak, olyannak kell lenni, mint amilyen volt. A fakeresztmetszet, a helye, a mérete, mindene olyannak kell, hogy legyen. Érintette esetleg a vízesedés, mert ugye hátul eléggé vizesek voltak a gerendák, a falakat is, hogy kell-e ott statikailag egyéb más munkát is elvégezni, hogy stabil legyen az épület? Van, ahol igen, de jelentősen ez nem befolyásolta az épület állékonyságát. Vannak görbületek, vannak megerősíteni való, itt mellettünk ez a kémény is például ilyen, de ezekre számítottunk, ezek benne vannak ebbe az épületbe, ezek látszottak előre, és hát
nem, szóval nem ért váratlanul, úgy mondom, ezek a dolgok, vagy ezek a kérdések. A szigetelést az, ami egy nagyon jelentős lépés. Kettő nagyon fontos van ezen az épületen. Az egyik a tető, ami most már, ahogy mondtam, lealapoztuk, és kerül rá a felépítmény. A másik a szigetelés. Ennek az épületnek lesz egy utólagos falszigetelése, ami a pincei vizesedést, a pincei beázást, aminek az eredetét igazából nem tudjuk, csak sejtjük. Többen kísérletezünk megállapítani, hogy honnan jön. Ezek valami olyan erek a budaörsi hegyekről, amik szépen befolynak az épületbe. Erre egy olyan megoldás lesz, hogy kap egy utólagos falszigetelést, és kívülről is kap szigetelést a fal, illetve olyan dréncsöves elvezetést, vízelvezetést, tehát ezek az ágak, ami feltételezett ágak, ugye feltárás nem történt, majd most történik, ezek a feltárások majd megmutatják, hogy honnan ered, de annak már nem lesz jelentősége, hiszen leszigeteljük. Tehát a dréncsövel elvezetésre kerül, illetve a falszigetelés és tehát a falszigetelést értem egy injektálással, ez egy különleges eljárás, nem mennék most ebbe bele. Ez egy furt módszer, ami nagy nyomással olyan impregnátumot tölt be a falakba, ami összeért, tehát a furatok kitöltődnek, és ez szépen összeérnek ezek a kitöltések. Egyszerűen akarom mondani, hogy mindenki értse. kerül egy utólagos külső falszigetelés, a dréncső ezzel a víznek, hogyha ez ugye jól történik ennek a kivitelezése, azért vagyunk itt, hogy jó legyen, akkor ez a pince ez használható, a tervnek megfelelően kialakítható. Az időjárás egyelőre kegyes volt a kivitelezőhöz. December közepén megérkeztek a tetőgerendák is, így jelenleg a megfelelő ütemben halad az épület felújítása. A Heimat Múzeum többi egységében szerencsére az intézmény tovább tudta folytatni a munkáját, így az építkezés ideje alatt is van lehetőség a foglalkozások, előadások és kisebb kiállítások megrendezésére. A múzeum szerencsére ugye nem a tájház természetesen, de töretlenül működik, mert ugye a galériában, amit említettem már talán korábban is, hogy az időszaki kiállításokat oda el tudtuk költöztetni. Szerencsére a szokásos múzeumi munkákat, illetve programokat azt tudjuk folytatni. Hát annyi azért, hogy azért látjuk, folyamatosan jönnek nem csak a felújítás miatt az itt dolgozók, hanem tényleg a nagy teherautók, a parkolás, illetve ilyen módon azért a közlekedés egy picit ilyen nehezített, de hát ez ugye része a felújításnak, és olyan jó látványos, hogy változik a kép, és hogy javulni fog remélhetőleg nagyon hamar. Az előzetes számítások szerint az épület teljes felújítása 2017 tavaszára készülhet el. Ezt követően költöztethetik majd vissza az állandó kiállítás anyagát. Optimális esetben 2017 nyarán már egy megújult létesítmény várja majd a látogatókat. Megalakult a digitális jövő települési hálózat. Ezt Budaörs és Alsó-Mocsolát hozta létre. Itt van a stúdióban Vágó Csaba, a polgármesteri kabinet vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért kellett ezt létrehozni, és miről szól ez a hálózat? Rossz viccel majd kiderül, de igazából nem. Nagyon-nagyon hosszú múltra tekint mindez vissza. Budaörs annak idején azt gondolta, hogy az innováció és a technológia iparág fejlődése az lényegében egy olyan fejlődési pályára állt, vagy növekedési pályára állt, de ez még hosszú évekkel ezelőtt volt, aminek a különböző eredményeit érdemes a közigazgatásban, az ügyfélbarátság szellemében és jegyében valamennyire, mint elv, vagy mint rendezőelv a magunkévá tenni. Az volt az álmunk korábban, és erről nem tettünk le, hogy tulajdonképpen az ügyintézést magát próbáljuk meg részben virtuálissá, de főleg játékossá tenni, hogy ne az legyen az ügyfélnek a benyomása, hogy egy hivatali eljárásba belekerül, és akkor ő gyakorlatilag egy alárendelt fél, aki egy általa nem látott mechanizmus különböző elemeinél
teljesen felkészületlen és váratlan kerül bele különböző helyzetekbe, hanem legyen lehetősége arra, hogy akár avatárként megjelenjen a hivatalba egy virtuális háttérrel, és a tulajdonképpen valós ügyintézőkkel tudjon kommunikálni, de játékosan. Tehát, hogy minthogyha egy szerepjátéknak a résztvevője lenne. De igazából annyiban különbözik, hogy itt a tét ennél komolyabb, hiszen hatósági folyamatokról van szó, és a hatósági ügyintézés végén ennek lenne valami hivatalos aktusa, egy határozott vagy bármifajta formában, de az oda vezető utat megkönnyíteni, humanizálni, emberibbé tenni. Ez volt a kiinduló pont. És elvileg erre voltak is olyan pilot projektjeink, ahogy ezt mostanában mondani szokás, tehát olyan előremutató kísérleti elképzeléseink, amelyek gyakorlatilag vagy megvalósultak, vagy jó úton haladnak a megvalósulás felé. Itt alapvetően egyébként, hogy ez miért nem így működik még, ez lenne szerkesztő kérdése itt a mai estén, és ez nyilvánvalóan egy jogos kérdés. Ennek azért van egy olyan forrás oldala, amit a város büdzséjéből nem gondoljuk előteremteni, főleg azért, mert az állami elvonások következtében az állami büdzsé az egyre kisebb halmazt jelent, vagy az önkormányzati büdzsé, viszont különböző külső pályázati és egyéb forrásokból, vagy akár a vállalkozók, akiket ez inspirál, hogy bennünket ebben támogasson, azoktól várunk olyan fejlesztési forrásokat, amitől tulajdonképpen ez a jövőnek tartott technológia, ez akár jelen is lehetne. De ugye azt mondta, hogy avatárként virtuálisan, kvázi mint egy játékprogram léphetek be a virtuális városházára, és intézhetek valós ügyeket. Igen. Miközben egyébként a városházán egyre kevesebb ügy intézhető, és nem azért, mert a városházán csinálja, hanem azért, mert így határozzák meg a törvények, egyre kevesebb dolgok tartozik az önkormányzatokhoz, de az államhoz igen. Tehát akár még az állam is tanulhatna ebből. Lehet, hogy akkor majd fentről is érdeklődnek? Szépen terel szerkesztő úr abba az irányba, hogy a települések közötti együttműködés, aminek mondjuk az első aktusa az az Alsó Mocsonád és Budaörs közötti digitális jövőhálózat aláírásával jött létre, hogy egy picit térjünk át erre. Valóban, de itt azért néhány dolgot még így beszúrnék abba, amit az imént említett. Tehát egyfelől valóban van egy olyan ambíció bennünk, hogy nem érezve túlzottan vidámnak attól magunkat, hogy a budaörsiekre tartozó budaörsi ügyeket egészen máshol intézik, legyen az az állam, vagy az állam meghosszabbított karja budakeszi. Ettől nem vagyunk vidámak, de ugyanakkor megpróbáljuk az ügyfeleinket, a saját lakosainkat, a budaörsieket olyan módon segíteni ezekben az ügyintézési folyamatokban, hogy tulajdonképpen a tőlünk elkerült hatósági ügyekben szeretnénk ügyfélképviselet létrehozni, ami annyit jelentene, hogy az ügyfél ingyenesen megbízna bennünket azzal, hogy az ügyeit vele konzultálva megfelelő irányba toljuk. És itt már ennek van létjogosultsága, hogy ezt a játékos dolgot létrehozzuk. Van egy gátja a dolognak, ami nagyon régóta gát, és nem nagyon követhető számomra az, hogy miért nem sikerül ezt létrehozni, bár vannak elképzeléseim, mi akadályozza meg az államot ebben. Tehát elvileg 2004 óta van egy EU-s szabvány, egy protokoll, hogy különböző módon az IT eszközök hogyan segíthetik az ügyintézést és az ügyintézőket, az ügyfeleket, és ennek a vége lenne egy digitális aláírás, ami elfogadható szabvány alapján menne és hitelesített. Ami annyit jelentene, hogy hiába avatározunk otthonról, ennek ellenére van egy olyan szakasz, amikor az ügyfélnek személyesen meg kell jelenni, és hiteles aláírás kell produkálni valamire. Ha a digitális aláírás megvan, akkor ez az egy szakasz sem sérülékeny már ebben, hanem az ügyfél otthonról tudná intézni az ügyeit, játékosan, még játékosabban, vagy kevésbé játékosan, ez már csak vérmérséklet kérdése. Tehát, hogy ennek vannak ilyen korlátai. De visszatérve arra, hogyan illeszkedik be általában az állami meg önkormányzati működésbe ez az egész program. Ugye alapvetően az volt a cél, hogy azok a fejlesztési elképzelések, amikkel mi bírunk, és itt tennénk egy zárójelet nem túl nagy kitérővel, hogy lényegében 2004-2005 folyamán hoztunk létre egy digitális esélyegyenlőségi rendeletet, ami tulajdonképpen ennek a folyamatnak egy részhalmaza. Ugye azt tapasztaltuk, hogy mindenfajta óriási fejlesztési elképzeléseink, óriási vagy óriásinak tűnő fejlesztési elképzeléseink vannak, viszont a lakosság egy jelentékeny része nem rendelkezik digitális hozzáféréssel, nem rendelkezik azzal a tudással, ami alapján ő ezeket a játékokat velünk együtt el tudna játszani. Úgyhogy ez a digitális esélyegyenlőségi rendelet volt az első lépés abba az irányba, ami tulajdonképpen társadalmasítja ezt a lehetőséget, és nem valami fajta digitális elit az, aki ezzel élni tud, hanem mindenki. Tehát
alapvetően a rászorultak, a nyugdíjasok, a nagyon ifjúkorúak képzése történt meg ennek a rendeletnek a nyomán. Egyébként ez mind a mai napig működőképes, mindig új elemekkel bővül, tehát legutóbb egy olyan fél évvel ezelőtt hoztuk létre azt, hogy okos telefonnak a működését oktatjuk már az internet oktatásán kívül, és ez is egy népszerű tanfolyam, amit a templom téri telekuckóban lehet megtapasztalni, ez volt a zárójel vége. Tehát így rengeteg ilyen elképzelésünk van, rengeteg olyan egyetemi együttműködésünk van, ami ebben bennünket segít, ugyanakkor számos olyan település van Magyarországon, akinek egy-egy innovációjánál azért felszalad a szemöldök, hogy fú, de jó, és miért nem nekem jutott eszembe. És mondják mások is, hogy volt egy-két olyan tapasztalatuk a budaörsi innovációkról, amikor ők is azt mondták, hogy fú, de jó, miért nem csináljuk együtt. És tulajdonképpen annak a belátása, hogy az önkormányzatok jelenleg totálisan magukra vannak hagyva. És nem tudom, hogy ez nem jobb egyébként, mint amikor igen erősen foglalkozik velük az állam, de ez megint egy másik beszélgetésnek lehetne a tárgya. Lényegében az magukra hagyott önkormányzatoknál ezeket a jó tapasztalatokat lényegében egy ilyen együttműködési hálózatban lehet megvalósítani. Tehát egyfelől az a tudás, amivel mi rendelkezünk, azokat megpróbáljuk terjeszteni. Azok az innovatív elemek, alsó mocsonát például fantasztikusan innovatív, tehát nagyon jó, hogy ő volt a másik alanya ennek az első aláírásnak, ami tulajdonképpen ezt az együttműködést létrehozta, és szerintem egy óriási hálózattá válik. Naponta jönnek települések, naponta jönnek szervezetek, naponta jönnek projektek, akik szeretnének ehhez csatlakozni, tehát napról napra bővül ezeknek a száma. Tulajdonképpen egy olyan önkormányzat által is használható tudásbázist hoznánk létre, aminek a használata, alkalmazása az lényegében ingyenes lenne. És az mennyire különleges? Tehát én azt értem, hogy most elindult valami, de ez egy világújdonság? Vagy csak megpróbáljuk azt alkalmazni, ami a világ más országaiban már természetes, még ha kicsit másként is működik? Hát az a helyzet, hogy nincs új a nap alatt, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha valaki az internet segítségével követi azt, hogy milyen fejlesztések vannak ebben a témában állam, vállalkozás, önkormányzatok részéről, akkor hihetetlenül nagy pörgés van, és igyekszünk ebben, ez ugye nem egy verseny, de azért olyan jellege van, mintha verseny lenne, igyekszünk minden olyan fejlesztést, ami a helyiek számára vonzó lehet, ezeket kiemelni, felfedezni, és adott esetben átalakítani a helyi igényeknek megfelelően. Tehát, hogy alapvetően ebben az újdonság, legalábbis a magyar határokon belül, az újdonság az, hogy eddig önkormányzatok egymással erről inkább csak informálisan kommunikáltak. Most ezt valamilyen fokon hivatalossá és mindenki számára elérhetővé kívánjuk tenni, ez az ereje. És emögött van üzlet is, tehát hogyha jelentkezik egy kis település, mert neki tetszik az, amit Budaörs csinál, például ami volt régen, és ami egyébként kérdezem is, hogy már nincs, Budaörsinak hívták, egy beszélő számítógép volt egy érintő képernyővel, most már nem találkoztam vele a Városházán régóta. Szóval valami megtetszik, akkor Budaörs az egy komplett know-how-t ad oda? Tehát azt mondja, hogy igen, akkor hívd meg ezt a vállalkozót, telepíts el ilyen gépeket, és akkor majd működni fog neked a rendszer? A know-how az mindenki számára rendelkezésre áll. Igazából ennek az egésznek a működése és a fenntarthatósága az, ami a legnagyobb kihívás ebben, hiszen azt említettem, hogy ilyen vagy olyan okok miatt erre az önkormányzat saját forrást nem képes vagy nem tud biztosítani. Azért, mert egyéb olyan fejlesztéseink vannak, ami viszont költségigényes és a kötelező feladataink körébe tartozik, és onnan nem kívánunk és nem is vonhatunk el forrást. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a vállalkozói szféra azért elég komoly lehetőséget lát ebbe, tehát amikor ennek az aláírása megtörtént, akkor ott a teremben sok olyan érdeklődő volt, aki alapvetően a piaci szférát képviselte. Tehát magyarul, ha jelentkezik egy kis település, ahol nincs sok pénz erre, akkor is egy használható rendszert vehet, és úgy, hogy azt már kipróbálták. De mi a jó ebben Budaörsnek? Hát szerintem ez egyértelmű. A Budaörsnek ebben az a jó, hogy tulajdonképpen a saját példáit tudja valamilyen szinten mások számára elérhetővé tenni. Az, hogy Budaörs szolidáris, az nem a szolidaritási hozzájárulás nevű állami pénzelvonásból derül ki, hanem abból, hogy egymás működését segítjük, akár jó gyakorlatok árán is. Megtörtént ez az aláírás, és ehhez akkor most már számos önkormányzat csatlakozott, illetve szeretne csatlakozni. Milyen lépések következnek ezután? Tehát miről szól ez az együttműködés? Lényegében azt a folyamatot terjesztjük ki, ami egyébként a városban már korábban elindult. Ugye hivatkoztam erre a 2005-ösre, de ebben most nem mennék újra bele, mert szerintem az előbb
amit erről lehetett, és érdemes volt tudni, elmondtam. Ugyanakkor 2016-ban februári testületi ülésen volt egy digitális jövőkoncepció, ami tulajdonképpen a budaörsi fejlesztési elképzeléseknek a kereteit fogalmazta meg. Lényegében ez most már egy elég intézményesítetten működő csapatmunkáról szól, tehát különböző innovációk kapcsán például rendelkezünk egy társadalmi megbízatású tudományos tanáccsal, akik azért ennek a szakmának a krémjét jelentik, és lényegében az itt folyó viták, az itt folyó elképzelések, megfogalmazásai lennének társadalmasítva. Ezt már mondtam az előbb, ezt a rossz szót, de igazából mindenki számára elérhetővé tenni azt, hogy ebbe a vitába, ebbe a folyamatba megpróbáljanak belefolyni, beleszólni, adott esetben a saját szempontjaik alapján körülhatárolni valamit, amire mi esetleg nem gondolunk. Tehát ennek ez a következő lépése, és szerintem egy olyan két havi rendszerességgel biztos, hogy aktív kommunikáció lesz a következő előttünk álló lépésekről. Tudnánk azért egy-két példát mondani? Tehát például, amikor erről az idén elfogadott koncepcióról beszélgettünk az ezt kidolgozóval, ő mondta, hogy például ilyen a parkolási rendszer. A parkolási rendszer az nálunk egy óra beállításával működik, amit valaki beállít, jól beállít, jó helyre teszi, vagy nem jó helyre teszi. De lehet ezt is számítani. Gép vezéreltét tenni. Figyelik a kamerák, hogy mikor érkezik meg az autó. Figyelik a kamerák nem Budaörsön, egy településen, hogy behajthat-e abba a védett övezetbe az az autó. Vagy ha nem úgy hajtott be, akkor rögtön érkezik a büntetés. Vagy ez alapján mondjuk autópályadíjat szedni, és akkor csak az autókról beszéltünk, de beszélhetünk bármi más ilyen önkormányzati rendszerről is. Tehát következik ebből egy-két konkrét projekt? Vagy most még csak azon gondolkodnak, hogy mi mindent lehet majd közösen megcsinálni? Ó, nem, ezzel már túl vagyunk. A parkolás jó, hogy elhangzott, mert hogy értem én azt a diszonanciát, hogy digitális jövőről beszélünk, és egyébként egy papír óratárcsa mutatja azt, hogy jövünk, vagy megyünk, vagy ott lehetünk-e. Ennek ellenére a különböző egyéb rendszereket azért nem vezettük be, mert mindegyiknek olyan magas költségigénye volt, amit a város nem tudott volna meg kísérleti jelleggel sem megfinanszírozni. Ugyanakkor van egy olyan pályázati lehetősége, ami a Horizon 2020 nevű közvetlen brüsszeli forrásból igényelhető, amiben szerintem a következő év első felében részt fogunk venni. Ennek van egy olyan projekteleme, itt az elektromos kerékpáros közlekedésről, meg a közlekedés ilyen típusú kialakításáról, meg ennek a lábnak a felnövesztéséről már beszéltünk egy korábbi műsorban, tehát erre nem térek ki, de alapvetően parkolási rendszert megpróbálja olyan módon intelligensé tenni. Erre van három olyan projekt elképzelés, ami nálunk van, és amit nem sokára megbeszélünk azon településekkel is, akik ennek a hálózatnak a részei, hogy ezeket indítsuk el. Tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy Budaörs erre nagyon alkalmas médium volt, mert az elmúlt 2-3 évben folyamatosan jöttek különböző elképzelések, amik között voltak ilyen csodabogarak, akik, mit tudom én, az okos hajnövesztőszert próbálták meg nálunk promotálni. Ez lehet, hogy nem pont a városi elképzelések körébe tartozik, de igen, olyan is volt, aki egy intelligens parkolási rendszer kialakítását vázolta föl, és elvileg mondom, ebből 2 vagy 3 ilyen projekt elképzelés is van, ami mindegyik versenyképes lehet, kellő forrás bevonásával, ami csak külső forrás lehet, de úgy képzeljük el, hogy ennek a folyamatnak a felgyorsulása az úgy nézett ki, hogy egy évben egy olyan 40-50 projekt elképzeléssel biztos, hogy bejöttek, ezeket végigbeszéltük, hogy mi kell hozzá, hogyan lehet kvázi personifikálni, vagy Budaörs központúvá tenni, vagy Budaörsre szabni ezeket az elképzeléseket, hogyan tudunk mellé rendelni forrásokat, és van egy ilyen nagy kosarunk, ami tele van ilyen elképzelésekkel, ami annyit jelent, hogy végigvisszük ezen a bizonyos tudományos tanácson, végigvisszük a képviselőtestületen, megbeszélve, hogy milyen fejlesztési elképzelés gondolnak, ezek közül magasabb prioritásúnak, és aztán ebben az alsó mocsoláddal kötött megállapodásban, amiben egyre többen lesznek, és szerintem ez a jövő, ez az önkormányzati együttműködő, vagy önkormányzati és vállalati együttműködés, ez a jövő, ebbe biztos, hogy be fog kerülni ebből sok olyan elem, ami adott esetben a települések nagy számú képviselője alapján alkalmazható, és van olyan, ami valószínűleg még nem. Tehát, hogy vannak olyanok, akik erről le fognak maradni egyelőre. Érdeklődően várjuk a folytatást. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm. Minden jót kívánok. Édenből Édenbe címmel nyílt kiállítása Györfi András festőművésznek a Posztárton.
az eredetileg építész diplomával végzett, majd díszlettervezőként és dolgozó művész számos országban élt, és közben festett. Immár 25 éve, hogy saját stílusában félelmeit, örömeit, bánatát a közönség elé tárja. Egészen különleges, helyenként igazán mély, elgondolkodtató és felkavaró képekkel kapcsolódott az adventi rendezvény sorozathoz Győrfi András festőművész a Postart galériájában. Kiállított munkái külön-külön is izgalmas élményt nyújtottak a látogatóknak, mégis olyan hatást keltettek, mintha egyetlen gondolat sok-sok apró rezdülését próbálták volna a befogadók elé vetíteni. Festőként elég régóta ebbe a világban élek, ezért a meglátása jó, hogy egy-egy kis szilánkja darabkája ennek a bizonyos görbetükörnek, amit én egyszer valamikor összetörtem, és most festegetem és rakom össze a darabjait. Az a jó, hogyha egy festőnek megvannak a jellemző jegyei, és ezáltal felismerhetővé válik. Nem kiismerhetővé, de felismerhetővé. És én ezen vagyok most már éppen 25 éve, hogy ezek a jegyek önöknek, bárkinek a világ minden pontján, ahova eljutok, felismerhetővé váljon. Mindenképpen a díszlet, mint olyan, az szerepet játszik, bár én szakmám szerint ugye építészmérnökként végeztem a díszlettervezést, azt ugye a színészbarátaim lökték oda, hogy na, te építész vagy akkor, és meg képi világokat hozol létre, akkor ez neked menni fog. Ment is pár darabnál, szimpadiasak, egyértelműen a képeim szimpadiasak, történeteket mondanak el, ezek a történetek lehetnek ismerősek, lehetnek ismeretlenek, de valahol ott a hátsó kis agyunkban valószínűleg ott berreg valami, hogy mintha láttuk volna valahol. Én ugye ezekkel naponta együtt élek, és nagyon sok barátom, ismerősöm, vásárlom azt mondja, hogy ez valahol egy ismerős világ számára. Ennek megvannak az okai, a közös kulturális gyökerek, ez most értsd a németeknél, oroszoknál, spanyoloknál, bárhol megyek, egy európai kultúrtörténet van jelen a képeimben. A világunk most ilyen. Azt gondolom, hogy Európát lehet nevezni édenkertnek, és lehet pokolnak nevezni. Most az attól függ, hogy éppen a bejövő vagy a kimenő mondja ezt. Mi itt élünk, és én teljesen abban hiszek, hogy ezt a saját kis édenkertünket meg kellene őrizni, és most politikamentes próbálok lenni, mint mindenki, de valahol úton vagyunk valami felé. És azért az én kiállításom és képeim címei is valahol ennek az útnak a kérdőjeleit tartalmazzák, hogy biztos, hogy ez oda vezet, vagy arra fele megyünk, vagy jó fele megyünk, vagy hagynak minket oda menni. Ki tudja. Egy festőnek az a dolga, hogy a saját kis félelmeit, örömeit, bánatait önök elé tárja, a néző elé, és az most nem biztos, hogy happy land. A tárlat, amely egy nemrég megjelent album képi anyagának egy részét foglalta magába, január végéig látható a Postart kiállító helységében. Mire lesz pénz jövőre az elfogadott költségvetési koncepció értelmében? Vesz-e fel hitelt a város, és ha igen, akkor mire? Mi lesz az iskolánk átadásával, hogy a testület nem szavazta meg az átadási dokumentumot, de azt állítólag mégis aláírták? És mi lesz a BTG-vel, amiért április óta nem számlázhat a szemétszállításért, de az erre a célra létrehozott állami cég sem képes még rá?
Ezeket is megbeszéljük napirend után, néhány perc múlva Simándi Szelin BFS és Löffler Dávid Fidesz-KDNP-s képviselővel, de még előtte tekintsék meg a következő pár nap program kínálatát. A karácsonyi készülődésben jó néha megpihenni. A Csodakalács című népmese és Fekete István Éjféli látogatók című novellája alkalmas erre az Aranyszamár Báb Színház előadásában, csütörtökön 10 órától a Jókai Mór Művelődési Központban. 10.30-tól pedig karácsonyi bolhapiac várja a gyermekeket a Jókaiba. Itt az árusok is gyerekek, akik előzetes asztalfoglalás után árusíthatják régi játékaikat, ruháikat. Érdeklődni a 441-541-es telefonszámon tudnak. Az Öreg kisasszony autós meséit nézheti meg a család az Ifjúsági Klub színpadán, csütörtökön 10 órától. A Budaörsi Advent programsorozat részeként a Mély Bahár ad világzenei koncertet a Posztárton, csütörtökön 19 órától. Majd pénteken 19 órától a Latinovics Színház élő betlehemi játéka csalogatja a budaörsieket a templom térre. A programok ingyenesek. Látják a képernyőn elérhetőségeinket, hívhatnak bennünket, vagy írhatnak nekünk, ha van véleményük, akár az eddigi témákkal kapcsolatban, vagy a most következő napirend után műsorhoz szólnának hozzá. És nem menjenek sehová, már is kezdődik a múlt heti testületi ülésen történtek megbeszélése.